Köszöntöm nézőinket! Egy igen húzós hónap előtt állunk, illetve mögött is, hiszen nemrég ért véget a Genfi Autószalon, már kezdődik a Tuning Show, és megyünk Bangkokba is. De térjünk vissza mai adásunkhoz, amiben lesz egy cirkusz, egy Suzuki és Ken Block is, aki régió ismerősünk. Hersfalvi Jánost kérdeztük a Suzuki bemutatóján arról, hogy Genfben milyen újdonságokkal, különlegességekkel rukkolt elő a Suzuki. Genfben két új koncepcióautót is bemutatott a Suzuki, kérlek mutasd be ezeket. A két új koncepcióautóknak egyelőre munkanevet tudok csak adni, tehát IK2 és IM4 neveken futnak. Az IK2 munkanéven bemutatott autó egy nagyjából a Swiftnek a testvérmodelljének lesz tekinthető, egy kis méretkategóriában mozgó, viszont tágas csomagterű és tágas hátsó üléstérrel rendelkező autó lesz. Alapvetően egy belépő autómodell lesz családok számára. Ez az első modell, a második pedig az IK4, ő pedig szintén a kis autó kategóriában mozog, viszont erőteljesen az összkerék meghajtásra, tehát a crossover stílusra fog építeni. Ez egy úgynevezett minicross kategória lesz. Néhányan már indulnak ebben a kategóriában, mi abszolút a sajátunknak érezzük ezt a kategóriát. A Suzuki mindig is a kis autók és az összkerék meghajtású autóknak a nagy specialistája volt, és ez az autó is tipikusan ezekre a modellekre lesz egy nagyon jó példa. Ez a két modell körülbelül mikor érkezik Európába? Két modell két éven belül körülbelül, tehát jelenleg mi a Vitarára, és nem sokkal ezek után a Celerióra fogunk koncentrálni. Ezek lesznek az elkövetkezendő új modellek, és az előbb elmondott két modell pedig körülbelül két éven belül lesz elérhető. Tavaly Bangkokban mutatkozott be a Celerió, itthon milyen kilátásai vannak? Terveink szerint a második fél évtől már szeretnénk értékesíteni itthon. Tehát a tájföldi gyártásból a rendeléseket már megküldtük, viszont körülbelül júniusra várhatjuk biztonsággal, körülbelül ezt tudom mondani, az első szállítmányokat. Amint megvan egy megfelelő mennyiség, el szeretnék indítani az itthoni értékesítést is. Milyen eladásokat vártok a Celerióról, illetve a Vitaráról? A Vitara tekintetében elég komolyak az elgondolásaink. Olyan 1400-1500 darabot szeretnénk az idei évben értékesíteni, ezzel egy jelentős pozíciót szerezve ezzel a modellel a piacon. A Celeriónál inkább azt mondanám, hogy az egy réteg autó, a korábbi Splash modellünket fogja helyettesíteni, így annak az értékesítését tudjuk alapul venni. Az egy évente 5-600 darab volt, itt is a 600 darabot fogjuk megcélozni. Megint láthattuk Ken Blockot és az új GT-t. Egy hatalmas sajtókonferencia közepette mutatták be új autóikat. Genfben bemutatkozott a legújabb GT-dek, és ott volt Ken Block. Mit tudsz róla mondani? Igen, sokakat meglepett, hogy a Ford egészen bátor módon a genfi standon a teljesítmény modelljeivel készült. Az egész standot ez a téma dominálta, a teljesítményes versenyautóink. Nem szabad azonban elfeledni, hogy annak idején a Ford a világ köztudatába is a versenyzéssel robbant be, hiszen Henry Ford 1903-ban a Swift Stakes nevezetű modelljével nyert meg egy autóversenyt, aminek következtében elég befektetőt tudott szerezni ahhoz, hogy megalapítsa azt a vállalatot, ami ma a világ egyik legnagyobb autógyártója. Erre emlékezve dominálta gyakorlatilag a sportautóinknak az egészen széles tárháza a genfi standunkat. A legfényesebb csillag természetesen ezek közül a Ford GT volt. Ez egy több mint 600 lóerős elképesztő csoda paripa, hogy el tudják helyezni a nézők a palettán. A Lamborghini Aventadornak lesz a közvetlen versenytársa, mind árazásban, mind pedig nagyjából teljesítményben és paraméterekben. Gyakorlatilag menet közben dinamikusan mozgó szárnyal, minden idők legerősebb EcoBoost motorjával egy egészen különleges csodának ígérkezik. Ezt az is alátámasztja, hogy limitált darabszámmal, mindössze évente 250 darabot gyártanak majd belőle, és úgy tudni, hogy már több híres amerikai színész is bejelentkezett erre a listára, de egyelőre gyűjtjük a világ szinten a jelentkezőket, és valószínűleg sorrend alapján lesznek majd kihozva ezek az autók. Átalakítottak az egész rendezvényt egy ilyen versenypályára. Ez hogy jött, illetve mit keresett ott Ken Block? Hát ugye ezt tudni kell, hogy Ken Block amellett, hogy számos alkalommal versenyzett már a Ford teljesítményautóival, illetve rally autóival, illetve ugye az őrült Gymkhana videóit is rendszerint a Fiesta-nak a legdurvább
vagy esetleg a Focus legdurvább rally verziójával szokta elkészíteni. Az új vadonatúj Focus RS kifejlesztése során elég komoly konzultációs munkát végzett a központtal, így valamennyi újabb fejlesztés során, vagy fejlesztés követően kikérték Kemblok véleményét, tesztelte az autót és direkt visszacsatolást adott, és ezért gondoltuk úgy, hogy elhívjuk az autó bemutatójára is. Tudni kell, hogy ez az autó ez több mint 300 lóerőt tud majd, tehát tudni kell azt, hogy szemben a korábbi generációs RS-sel, ami egy kétkerék meghajtású modell volt, kiegészítve egy különleges felfüggesztéssel a Revonacle-lel, az új Focus RS, az egy négykerék meghajtású modell, viszont olyan nyomatékvektorszabályozás van benne, mint a hagyományos fókuszokban is, aminek köszönhetően ez minden idők legjobban kanyarodó és legjobb úttartású Ford utcai sportautója lesz vélhetően, várakozásaink szerint. Emellett persze a standon megtekinthető volt két valódi versenyautó különlegesség is. Ezek az egyik, az egy Fiesta R5-ös volt, aminek gyakorlatilag az 1 literes EcoBoost motorra szerelt versenyautónak, ami ugye három egymás követő évben lett az év motorja ez a motor. Na, ennek egy egészen speciális 170 lóerős változatát tették bele ebbe az autóba, és hajtja meg ezt a versenyautót. Reményeink szerint nagy sikerrel. Ezen kívül mit tudtok a hagyományos felhasználók részére az utcára egy kicsit bevinni a racinget? Így van, vagy köszönöm a kérdésedet, ugyanis a sportos és sportautókon túl ugye az utcai modelleinknek is megcsillogtattuk egy kicsit sportosabb felszereltségeit. Ott volt például az új S-Max-nak a sportváltozata, illetve az év végén érkező vadonatúj Edge-nek a sport kiadása. Ezek mind egy picit teljesítményben, mind pedig külső jegyekben eltérnek a hagyományos utcai autóinktól. Illetve érdekességként ez inkább csak ilyen optikai tuning, ott volt a ugye korábban nagy sikerrel bemutatott Fiesta Red and Black-nek a nagy testvére, a Focus Red and Black kiadás, ami gyakorlatilag a piros és fekete egyedi színekkel kialakított autó. Ez teljesítményben nem tér el az utcai autóktól, de nagyon látványos, és azoknak, akik külső jegyekben sportolnak inkább csak, és nem biztosak magukban annyiban, hogy uralják a komolyabb lóerőket, azoknak viszont egy kiváló választás lehet. Genfben bemutatkozott a Nissan Sway, erről kérdeztük Palkovics Pétert. Nagyon szép kis standot hoztatok össze Genfben, pontosan mit láthattunk nálatok a Nissan standon? A Nissan a 2015-ös genfi kiállításra három téma köré csoportosítja újdonságait, a kisautók, a sportautók és az elektromos autók köré. Egy nagyon érdekes kisautó tanulmányt hoztunk, amit Sway-nek nevezünk, egy olyan formai terv, mondjuk azt, mert nagyon korai stádium ez még, amikor a crossover forma világot, ami nagyon sikeres volt az elmúlt években, és nagyon jó közönség reakciókat váltott ki, rátettük egy kis autóra. Tehát egy nagyon sportos, egy nagyon vagány formát tettünk rá a mikroméretű tanulmányautóra, és teszteljük ezzel a reakciókat. Ez nagyon korai lenne még egy szériautónak nevezni, mert nagyon sokan kérdezik, hogy mikor látják az utcákon. Nem biztos, hogy ez így fog kinézni, ez ilyenkor mindig egy puhatolózás, egy formai tanulmány. Úgy gondoljuk, hogy jók egyébként a reakciók, és bízunk abban, hogy nagyon sok minden vissza fog köszönni a mikro következő generációján ezekből a formákból. Láthattunk nálatok egy versenyautót is, erről mit lehet tudni, mi ez? Igen, van külön fönt egy sportautó sarkunk, amiben egyébként kettő érdekesség is van, az egyik a versenyautó, de mielőtt arról mondok pár szót, elmondanám, hogy a Juke-nak a Nismo RS verziója is most már végleges, és a teljesen szériaérett autót hoztuk el 218 lóerővel, ami a korábbi Juke Nismo-nak a továbbfejlesztése, az csak 200 lovas volt, ez most már jelentős erőtöbletet is jelent, és egy mechanikus differenciálmű van az első kerékhajtású verziókban, a négy kerék az továbbra is egy elektronikus differenciállal dolgozik, a négy kerék meghajtású változat. Tehát egy igazán sportos autó lett ebből a Juke Nismo RS-ből, keményebb futóművel, további optikai tuninggal, úgyhogy biztos, hogy a jövő Nismo vásárlóinak ez még inkább kedvére fog tenni. Ami a versenyautót illeti, hogy arról is beszéljek, ez a Le Mans-i autónk, amiről már csöpögtettünk hírmorzsákat, és most elhoztuk a közönségnek. Ez valójában az autó, ami menni fog a Le Mans-i pályán. Ez egy első kerékhajtású autó, egy nagyon érdekes találmány. Kíváncsiak vagyunk rá, hogy ezzel hogyan tudunk lépést tartani az LMP1-es kategóriában a mezőnnyel. Úgy gondoljuk, hogy jó esélyünk van, három ilyen autót is indítani fogunk a Le Mans-i versenyen. Illetve elektromos témában milyen autót láthattunk nálatok?
elektromos autókban is mindig hozunk valami érdekességet. Most azt a kis buszt, amit eddig csak 5 üléssel tudtunk kínálni a közönségnek, ez az ENV 200 Evalia, ezt már 7 ülésesre is homologizáltuk, tehát megoldottuk, hogy be tudjon ülni a 7 személy, ahogy a benzinnel vagy dízellel hajtott a verzióban is létezik 7 üléses. Ez, erre nagyon nagy kereslet volt, nagyon sok flotta tárgyaláson, flotta érdeklődésnél tapasztaltuk, hogy rövid távú személyszállításra, városon belüli vagy környéken belüli személyszállításra használnának elektromos autót, úgyhogy nagyon fontos volt megoldanunk ezt a 7 ülést, most végre bemutatjuk a végső verziót. De van még egy érdekesség, ez pedig az a berendezés, egy körülbelül mosógép méretű berendezés, amivel az elektromos autónkból az áramot a háztartásunknak vissza tudjuk adni. Gondoljunk csak bele abba például, hogyha valakinek lehetősége van a munkahelyén tankolni, az elektromos árammal feltölteni autóját, vagy megállni egy ingyenes villámtöltő berendezésnél, akkor mikor hazaér és rácsatolja erre a berendezésre az autóját, ebből bőségesen tud üzemelni a háztartása, tehát valójában ő haza is tud vinni áramot ezzel az autóval mostantól, illetve még egy nagyon nagy haszna, hogy akinek van napelem a házán, és problémát jelent neki, hogy nagyon olcsó, nagyon alacsony áron veszi vissza az okosmérő azt az áramot, amit visszatáplál, az autójában tárolni tudja ezt a többlettermelést, amikor éppen csúcs termelése van a napelemnek, és bármikor visszaadni képes a háznak az autó ezt az energiát, így meg tud spórolni a rendszerből, amikor a házába ezt az energetikai rendszert telepíti, egy nagyon drága puffer tárolót, mert valójában az autó lesz ez a tároló. Végre Magyarországra is elérkezett, mindennel ugratnak, amire lehet kereket szerelni, ez a nitrocirkusz. A cirkusz, mi ez? Ez a nitrocirkusz, ez a leglátványosabb action sport show a világon, amit a Travis Pastránál találtak ki, és már 9 évet nagyon-nagyon szépen és nagyon jól működik mindenhol a világon, világszerten. Idén is kezdtek a night turnét, ami azt jelenti, hogy éppen már lezajlódott a New Zealandi turné, éppen most Ausztráliában vannak, utána mennek Japánba, és Japán után jönnek már Európában, és ez végig fog menni szeptemberig, mert szeptember visszamennek, és akkor lezárodik az egész éves turné, 2015-ös éves turné, egy nagyon-nagyon sok állomás Amerikában. Ugye, hát Pastrana, ismerjük 5000 éve, csak ugye hát mi nem ebben a szakmában, hogy itt ugrál össze-vissza, hanem valahol máshol, úgyhogy autós szakmában azért ez a név az ismerős, de motorosban állunk Magyarországon nem annyira. Hát mondjuk, hogy az ő műfajban, ahogy a freestylerben, ő a úgynevezett Lewis Hamilton a Forma 1-ben, hogy aki ez a sport szereti, tudják, hogy ő az Isten. Mi is tudjunk ezt, azért idehozunk Magyarországon, azért megmutatják a nézőközönséget is a magyar közönségenek, hogy mit tudsz, de természetesen a Pastrana mellett van még 30 fellépők, aki a különböző műfajban, a BMX-tól kezdve, a skateboardot, minden olyan, az a legjobb és a legcsúcsosabb emberekről beszéljünk, és sportolóról beszéljünk. Amit egyébként sportolóról beszélni velük, ez egy kicsi furcsa, mert ezeket nem csak sportolók, hanem tényleg, hogy örültek szó szerint, hogy ez kíváncsi vagyunk, mi is nagyon várunk, hogy élőben mi fognak itt produkálni Magyarországon. Téged valami másnál ismerhetünk, valami Dakar és azon környezetéből, de most itt vagyunk ezen a Nitro Circus dolgon, te itt mit fogtok ti csinálni? Hát én azért szakmám gyakorlatilag egy marketing szakember, hiszen egy nagy multinacionális cégen dolgozom marketing igazgatóként, és hát ennek kapcsán vagyok most itt. Ugye a Nitro Circus Magyarországra érkezik, aminek a Henkel nevű vállalat éppen a globális egyik együttműködő partner, és nagyon boldogunk vagyok azt, hogy ez Magyarországon is megvalósul. A Nitro Circus egy nagyon fantasztikus sportesemény. Vegyíti együtt az akciót, az akciódus élményt, a motorsportokat, de együtt az emberi teljesítményeket. A versenyzők a technika és az emberi teljesítés határait feszegetik. Egy nagyon különleges egyvelege és egy fantasztikus egyórás show. Én azt gondolom, hogy ebben minden cég, aki ezeket értéket felismeri, megtalálja azt a lehetőséget, hogy hogyan tudja ezt a saját marketing kommunikációs céljaira használni. Mi is ebben megláttuk a lehetőséget, tehát ezért vagyok itt, hogy akkor a saját érdekeinkből csináljunk bármilyen aktivitást ezzel az eseményen. A koncepció és a termék ugyanaz, tehát ahol akció van, ahol motorsport van, ott én ott vagyok, és megpróbálom ebből legtöbbet kihozni. Ami különleges ebben a dologban, a Stefano létrehívott egy szervező bizottságot egyébként, ahol összegyűjti az ország vezető szakembereit, cégek képviselőit, média támogató partnereket, és ebbe a szervező bizottságba kaptam én is meghívást, mint az Opel Dakarti, mint pedig a Henkeles munkám kapcsán, és meglátásaimmal, tanácsaimmal próbálom segíteni a sikeres rendezést. Szerencsére mi már külföldön is tesztelhettük az új Suzuki Vitarát, most hazánkban is Esztergomban bemutatkozott, erről láthatja a következő riportunkat.
új Suzuki Vitara, kérlek mondjál róla pár szót. A legutóbbi modellünk a Suzuki Vitara, amely az S-Cross-t követte. Tulajdonképpen 2 évvel ezelőtt volt modellpremiérünk, ezért nagy öröm számunkra, hogy ismét egy új modell gyárthat a Magyar Suzuki ZRT. Ez a modell a középkategóriások sorát fogja erősíteni, és nem titkolt szándéka a Suzukinak ezzel a modellel, hogy ebben a kategóriában is erősítse pozícióit. A Vitarából körülbelül 70 ezeret gyártunk majd az első évben, de természetesen reménykedünk benne, hogy a piaci igények ezt megsokszorozzák, és a következő években ez a termelési darabszám csak növekedni fog. A gyár mióta van és hányan dolgoznak? A Magyar Suzuki, most már mondhatom, hogy 25 éve jelen van itt Magyarországon, akkor írták alá az alapítási szerződést. Gyakorlatilag a gyártás 23 évvel ezelőtt kezdődött, még az első generációs Swift-tel, azóta számos modell legördült innen. Mára több mint 2,5 millió modellt gyártott a Magyar Suzuki ZRT, és ebben az utolsó a Suzuki Vitara. Jelenleg 3100 dolgozó munkálkodik ezen, azon, hogy az új modell is eljusson a magyar és a nyugat-európai vásárlóközönséghez. Végre kaptunk egy új elektromos töltőállomást, méghozzá a Hungaroringen. Lássuk az átadást! Felavattatok egy új töltőállomást, ha jól tudom, a Hungaroringen mit lehet erről tudni? Igen, a partnerünk a Hungaroring vele együtt avattuk föl ezt az állomást. Ez a Nissan európai programjának egy újabb töltőpontja, amelyben már több mint 1000 töltőállomást telepítettünk Európában. Magyarországon ebben a programban ez a 4. töltő volt. Fontos tudni róla, hogy ez egy villámtöltő berendezés, tehát ez egy nagyon nagy teljesítményű készülék. Nem tévesztendő össze azokkal a közúti berendezésekkel, amelyek mellett 4-8 órán át állhat az autónk, hogy feltöltsön. Ez a napközbeni gyors megállással, egy kávéval, ha megáll az ember, akkor is 25 perc alatt a nullára lemerült autót 80%-ra tölti, tehát valójában egy nagy kapacitású és egy igen drága technológia. A Nissan ezekben az együttműködésekben ajándékozza magát a töltőt, a partner pedig minden telepítés körüli dolgot intéz, tehát telepíti azt és üzemelteti, azt vállalja, hogy legalább 5 évig üzemel ez a töltő. Úgy gondoljuk, hogy a Hungaroring egy nagyon jó hely, mert ott egy alvóváros, egy olyan agglomerációs környezet van, ahonnan bejár nagyon sok ember dolgozni a városba, tehát azoknak ideális egy elektromos autó, mert rengeteget mennek kilométerben, mégis naponta, ez nem több 100 kilométernél bemegy, intézkedik és hazamegy este. Ezért az elektromos autóval ezt abszolválni tudja, és mindezt hatod költségen tudja megtenni körülbelül, mint egy dízelautóval. Úgyhogy jó helyszín, nagyon örülünk, non-stop elérhető lesz a publikum számára ez a kút, ez a töltőállomás, nevezzük inkább így, és reméljük, hogy a továbbiakban is még tudunk hasonlóakkal szolgálni, jelenleg további szerződéseink vannak folyamatban, hogy még 6 ilyen berendezést tegyünk le Magyarországon. Magyar rekord is született a Hungaroringen, milyen témában? Nagyon örülünk, hogy erre a avató ünnepségre 18 elektromos autó jött el. Én magam sem láttam még Magyarországon ennyi autót egy helyre összegyűlni, tisztán elektromos hajtású autót, úgyhogy nagyon nagy öröm volt számunkra látni. A Villanyautóklub Egyesület segített ebben, hogy meghirdette, hogy az összes tagja jöjjön el az autójával, és ez a 18 autó egy helyen, ez egy magyar rekord, reméljük, hogy később ennél még több is lesz, de az elektromos autózás mai állása szerint azért ez egy igen komoly szám tekintve, hogy nagyságrendileg olyan 100 autó lehet összesen tulajdonban Magyarországon, annak mondjuk durván az 1/5-e, az mindegy pillanatban ott volt ezen az avató ünnepségen. Vasmacska, kinek mit mond ez a név? Mossuk a macskát? Mi inkább autót vittünk mosni hozzájuk. Hol vagyunk? A 13. kerületben, a Marina parton vagyunk, azon belül pedig a Vasmacska autómosóban állunk. Mit lehet rólatok tudni? A mosónk 3 éve működik, az én irányításommal 1 éve. Tavaly novemberben vettük át az Easy Wash System száraz gőzön alapuló környezetbarát technológiáját. Ez a mosó lényegében kisebb, mint a nagy testvérünk a Lurdi házban. Miért hangsúlyozott, hogy kisebb? Méreteiben kisebb, ez a olyan butik mosó. Egyszerre maximum 2 autóval tudunk foglalkozni, ezért is nagyon fontos a jó munkaszervezés, és persze az ügyfeleink részéről a bejelentkezés. Itt nem futószalagon dolgozunk, hanem minden autó 100%-os odafigyelést kap. Mit értesz ez alatt? Az autók tisztasága, ápoltsága nem csak esztétikai kérdés. Minden időben, de ilyenkor ebben a téli locspos időszakban is fontos a láthatóság, látszóság elve, a biztonságos vezetési körülmények megteremtése. Fontos dolog az állag megóvása is. A lakkozott felületekre, a gumikra, a műanyagra felcsapódó és természetesen felragadó só karcolja, szárítja, hosszú távon pedig marja a felületeket.
Ezeket nem csak tisztítani, de ápolni is kell. Minden felületre természetesen más-más anyagot használunk. A lakkozott felületekre vakszal, a műanyag és gumi felületeket pedig hozzájuk való áporolószerrel kezeljük. És mi van abban az esetben, hogyha már karcos a lak? Ebben az esetben polírozunk, hiszen a vasmacska automosó nem csak egy szimple automosó, itt kozmetikai szolgáltatásokat is végzünk. Például kárpitot tisztítunk, bőrtápolunk, nanotechnológiás szélvédőben vonatot készítünk. Ez utóbbi különösen fontos lehet a téli, vagy akár az esős időszakban is. Még éppen, hogy belefért a márciusi adásunkba az új 500X, és köszönjük a Fiatnak, hogy elhozta számunkra ilyen gyorsan. Következzen a premier. Az 500X-et mire pozícionáltátok, és kinek ajánljátok? Az autót a mai nagyon divatos piaci szegmensben, a városi crossover szegmensben pozícionáltuk. Kiemelten fókuszálnánk a családokra, illetve az olyan egyedülálló fiatal hölgyekre, illetve ulakra, akik szeretnének kitűnni a tömegből, és egy nagyon jó minőségű, nagy beltérrel, illetve kültérrel rendelkező autót vásárolnának. Az új 500X-nek közös gyökerei vannak a Renegade-del, erről mit lehet tudni? Fiat 500X and Jeep Renegade are... Az autó gyakorlatilag egy és ugyanazon gyárban készül, ugyanazon alvázzal, illetve nagyon sok közös alkatrésszel, ugyanakkor két teljesen különböző design csoport dolgozott rajta, tehát két teljesen különböző célcsoportnak ajánljuk a kocsit. Az autót egész világon értékesíteni fogjuk a célcsoportunknak, legyen ez Európa, Ázsia-Pacifik, vagy pedig amerikai kontinens. Jövő héten mutatkozik be az új Dobló család itt Magyarországon, és milyen modellek várhatók még a következő két évben? A jövő héten mutatkozik be a Dobló Cargo és a Dobló Panoráma Magyarországon. A Dobló Panoráma a 7 személyes művolta miatt nagyon fontos a magyar családok részére, és az elkövetkezendő hónapokban, illetve az elkövetkezendő két évben folytatjuk az új modelleink bevezetését mind a magyar, mind pedig az európai piacra. Több új modell válható, akár legyen a személyautó, akár teherautó. Fiat folyamatosan újul, és 2018-ig folyamatosan megújítja teljes modellpalettáját. Most hétvégén van nálatok nyílt nap, kinek ajánljátok, mit tudtok erről mondani? A mostani hétvége lesz az 500X nyílt napjainak a hétvégéje. Szeretnénk bemutatni az autót minden egyes márkakereskedésünkben, tesztvezetés keretén belül. Tekintettel az új magyar szabályokra mi a hétfőt tekintjük vasárnapnak, és azokat a speciális akcióinkat, melyet az első fecskéknek, akik vásárolnak termékünkből, speciális ajánlatunkat hétfőig is kiterjesszük. Akkor most következzen nyereményjátékunk. A következő társoldalaink közös ajándékcsomagja a tét. A játék kérdése: mi a műsorunkban szereplő piros Fiat 500X rendszáma? Megfejtéseiket várjuk április 14-e éjfélig az infokukat automotortv.hu e-mail címre. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a lent e-mail címre várjuk észrevételeiket. Következő adásunkban Bangkokból fogunk jelentkezni, addig is kövessenek nyomon minket az automotortv.hu oldalon. Viszontlátásra!